rakuszka, van még csehi mincent. Sajtok, húsok, pogácsák és málnaszörp. Többek között ezekkel a vasi termékekkel várták reggelire a sajtó képviselőit a szombathelyi civilek. Most először rendezték meg a kötetlen találkozót, amely a szektor eseményeire, programjaira kívánja, a korábbinál jobban ráirányítani az újságírók figyelmét. Ennek egy platformot szeretnénk teremteni, mert azt tapasztaljuk, hogy a civil szervezetek programjai kevésbé kapnak helyet a médiában, ugyanakkor ezek közösségfejlesztő erővel bírnak és értékes programok, és azt szeretnénk, hogy ha ezek által a rendezvények által is a lakosság, illetve a társadalom tagjai jobban megismernék a civil szervezetek tevékenységeit. Az eseményen hangsúlyosan esett szó a civil szektor támogatásáról is. A témáért felelős bizottsági elnök az idei évben megnövekedett forrásokat és a felhasználás sokszínűségét ismertette. Ebben az évben a Szombathelyi Önkormányzat kiemelt támogatást tudott adni, pénzügyi támogatást a civil szervezetek részére, hiszen a központi pénzeszközből Szombathely 800 millió forintban részesült, hogy a Szent Márton emlékév kapcsán a rendezvényeit kellő színvonalon meg tudja rendezni. Ebből mintegy 120 millió forinttal a civilek gazdálkodhattak, akik jelentős részt vállaltak a jubileumi kulturális, szociális és sportjellegű programok lebonyolításából. A Szombathelyi Önkormányzat további 230 millió forintot szánt idén saját büdzséjéből a támogatásukra. A sajtó reggelin több szervezet ismertette kiemelt programját, így szó volt nevelőszülői szakmai napról, kórus találkozóról, látássérülteknek szóló főzőtanfolyamról és a Herényi városrész rendezvényeiről is. A Szombathelyi Médiaközpont nemrég zsurnalista képzéssel járult hozzá a civilek és a média közeledéséhez, a jövőben pedig a televízió képernyőjén biztosít nagyobb megjelenési lehetőséget ennek a szektornak. Fontos, ha összefogunk felületeinkkel, kommunikációs felületeinkkel is, hiszen erre is ma egy jó példa volt. Négy szervezet döntött úgy, hogy megosztja egymással kommunikációs felületeit és az ota beérkező civilek által készített írásokat, tudósításokat. Tehát fontos az, hogy a társadalmat a civilségen keresztül erősítjük. A házigazdák úgy tervezik, hogy az információcsere rendszeres lesz, ezért évvégéig még több hasonló sajtóreggelit szerveznek. Pénzt és energiát nem.